Nem azt fájt, amit mondott, mert én ezt azért nem veszem magamra, mert mindenkinek más a szép, érted? Tehát, hogy én tök jóba vagyok magammal, én szeretem magamat, én egy jót mosolyogtam ezen nekem. Az esett rosszul, és az volt fájó, hogy a Bea bent abszolút nem mutatta annak az apró jelét sem, hogy ő engem nem kedvel. Viszont az becsülendő és értékelendő, hogy a mai világban valaki tud bocsánatot kérni. Azért nincs itt, mert beteg a Zsolti. Tehát, hogyha majd elkészül a kis családi fészkünk egyszer, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket az erekéket oda fogom egy vitrínbe helyezni. Sziasztok, kedves bliknézők! A nyerőpáros 6. évadának győztesei helyett egyedül Megyeri Csillával ülök itt. Hol van és még egy, mielőtt bárki bármit kitalálna, hogy már nem vagyunk együtt, vagy nem tudom, már tuti szakítottak. Nem így van, együtt vagyunk, nagyon boldogok vagyunk, nagyon örülünk, hogy megnyertük a nyerőpárost, konkrétan el sem hiszük. És ez Zsolti belebetegedett ebbe az egészbe, tényleg 39 hetes láza van, úgyhogy nem tudott most eljönni. Jönni, láttam, mert hogy konkrétan húslevest neki. Mindent is főzök, mindent, most tényleg kiszolgálom, vagyok az alattvalója. Úgyhogy tényleg nagyon rossz állapotban van, tehát hogy fejnek a végtagjai, fekszik egész nap. Nagyon rég láttam ilyen rosszul a Zsolt, tehát ilyen rossz állapotban a Zsoltit, úgyhogy hát majd visszanézi itt a beszélgetésünket. Annyira nem az, hogy nem szeret szerepelni, például hát, a játékokban, de annyira az interjúknak nem a híve, úgy menjél szívem, majd visszanézem. Tudod, először azt hittem, hogy mondom, igazi férfi, tipik férfi, jaj, van egy kis láza, hőemelkedés, ő már meg akar halni, ilyeneket. Bébi, hívjál papot, anya, hívd ide anyát, meg fogok halni, tudod, ilyen, mondom, jó van, oké, nagyon dobog, nagyon ver a szívem, hát mondom, az a jó, hogyha dobog a szívem. Addig jó, amíg dobog. Igen, mondom, akkor szólj, ha már nem fogok. Igen, tehát, hogy így nagyon vicceskedtem vele, mert láttam, hogy olyan rossz állapotban van, hogy na mindegy, lényeg azért nincs itt, mert a beteg a Zsolti. Viszont azért egyfelől köszönöm szépen, hogy kölcsön kaptam a nyerőpáros Bál királyt. Érezd magad megtisztelve, igen, most a Zsolti így van, itt a koronája, itt a szerelmes levele. Rakd csak föl, nyugodtan. Tényleg? Persze, megengedem. A Dávid is felrakta. Egész mi jó. Le Dávid? Nagyon jó lát. De nekem jól jobban áll, mint a Dávidnak. Te szőke herceg. Ugye? Figyelj, a fehér ló hol van? Bár... A fehér ló a fekete kutyát képében hoztuk, mert itt van veled mini kutya. Igen, gyere, Mincsi. Igen, mindenki kérdezi, mikor jön már a baba a gyerek? Na itt van, ő a szőrös gyermekünk. Gyere, Mincsó, gyere ide, kicsim, futás! Gyere ide! Majd ide jön az anyjához egyszer csak. Na, és figyelj, beszéljünk egy kicsit a műsorról. Milyen érzés volt, amikor ténylegesen rátok szavaztak, és kiderült, hogy ti vagytok 2022 nyerőpárosa? Hogy egy kicsit komolyabbra fordítva szólt. Na, tehát akkor legyünk komolyak, és őszinték. Igazából három párnak a szavazatában biztosak voltunk, tehát hogy a fejünket mertük volna a Lotfi Begiék szavazatára, a Bécék szavazatára és a Pamelaék szavazatára tenni, mert hát tényleg nagyon-nagyon jó viszonyt alakítottunk ki bent a villában az X nap alatt. Viszont a Veráék csak 4 napot töltöttek bent a nyerőpáros villájában, és ezért, tudod, azért 4 nap alatt nem feltétlenül ismered ki a másikat, nem feltétlenül tud annyira elmélyülni a ti kapcsolatotok. Viszont azt tudtam, hogy a Zsolt is nagyon jókat beszélgetett a Ricsivel, én a Verával, vagy volt, tehát, hogy beszélgetett mindenki mindenkivel egyébként, és úgy komolyabb dolgokról is. Tehát, hogy szerintem az annyira menő, hogy valaki vadászpilóta volt, és hogy mondom, hogy te vagy a Top Gun, meg tényleg nagyon érdekes történeteket mesélt, és azért ők itt szeretnek mesélni az életükről, és elég hamar megtaláltuk a közös témát. És azért, na, lényeg, hogy bennünk volt az, hogy na vajon a Beáékkal, és a Beával és a Danival, vajon milyen viszonyt tudtak az alatt, a 4 nap alatt kialakítani. Igen, mert hogyha ők a Daniékra szavaznak, akkor nekik volt több pénzük, tehát akkor igen, ők nyertek akkor volna. Így van, akkor döntetlen lett volna, akkor 3-3, és akkor a magasabb összeg dönt, és igen, közel 900 000 forinttal Atya úristen, volt igen. Több pénzük. Egyébként néztem egy-két kommentet, nem szoktam egyébként kommenteket olvasgatni, az Instán foglalkoztam
így egy kicsit úgy ránéztem, vagy néhány barátnőm elküldte, hogy hát az nem igazságos, hogy ti nyertetek, a beáik mindig elsők voltak, vagy másodikak, mindig imádom, az élben. Imádom, hogy parodizálod a kommentelőket. Figyelj! Jó. Most, de én ezzel nem értek egyet, mert ez a játék nem erről szól, hogy tehát hogy nem csak erről szól, hogy első, vagy második, vagy ott vagy a játékokban, az ügyességi feladatokban. Ez egy sokkal összetettebb játék attól. Tehát, hogy itt a bent lévő villában lakó párokkal is ki kell alakítani egy nagyon jó viszonyt, szimpátiát kell kiváltani, mint a való, tehát az életben is így működünk szerintem, tehát hogy nem elég az, hogy te valamiben nagyon kimagaslóan teljesítesz. Szerintem nagyon fontos az, hogy megértesd magad, megszerettesd magad az emberekkel, a közvetlen környezeteddel, mert úgy tudsz tovább lépni, boldog lenni, jól teljesíteni, akkor vagy szerintem így kiteljesedve, nem? Meg akkor érzed jól magad, hogy nem csak az, hogy valamiben én tökéletes vagyok, vagy valamiben én nagyon jól működöm. Hanem ez attól sokkal több. És ugyanez működik bent a villában is. Tehát maga ez a játék is erről is szól. Ha érted, mit akarok mondani. Igen, tehát, csak hogy... olyan jó téged hallgatni, tehát hogy szerintem neked van egy olyan képességed, és szerintem a Zsoltnak is, hogy te ugye egy pillanat alatt ráhangolódsz az emberekre, és megtalálod velük a közös hangot. Volt olyan, akikkel ez nem ment a villában? Nézd, amikor mi betoppantunk a villába, én annyira örültem, hogy már a Lotfi Begivel forgattam észbontókat, hogy a Muri Enikővel jártam Ázsiában, mert Zsolti is ugye együtt forgattuk, ő akkor még a Fésűs Nellinek volt a párja a játékban. Tehát, hogy voltak a Pameláék, hát ugye ők meg kint is a jó barátaink, haverjaink. Tehát, hogy úristen, van egy halom olyan játékos bent, akit én személyesen, vagy akit mi személyesen ismerünk, és azért ez adott rendesen egy magabiztosságot és önbizalmat. És akkor utána már csak ugye a madárveráék maradtak, akiket ugye egyáltalán nem ismertünk. És nyilván este gyorsan közvetlen... szegények. Igen, én nagyon sajnáltam. Utólag a Zsoltival azt beszéltük, hogy talán egyet hibáztunk, hogy rájuk nem adtuk, raktuk a voksunkat. Talán az volt az egy, mert ugye volt, aki már kérdezte interjúk során, hogy mi az, amit változtatnánk a játékunkon. És mi igazából semmit, mert szerintem mi sodródtunk, mi nem taktikáztuk túl. Zsolti egy nagyon szórakoztató... Igen, volt, aki ebben bukott bele egy kicsit, hogy túlzásba vitte, és mindig próbált valami sakjátszmát játszani. Persze. Kell taktikázni, mert valahol egy idő után, de nem feltétlenül már úgy a leges legelejétől, és nem feltétlenül olyan hevesen, meg olyan nagyon, tudod, abból sose sül ki semmi jó, szerintem. És na, tehát hogy a Veráékkal is szerintem elég hamar megtaláltuk a közös hangot. Hát aki úgy nem állt, Szabi, például a Tóth Szabi, ő Zsoltival nagyon-nagyon sokat beszélgetett bent így a napközben, nagyon jól meg, például most a forgatás után is sokszor hívta a Zsoltit. Talán Daniék voltak pont az a páros, a Daniék párosa, akikkel úgy nem tudtunk olyan mélyen, meg nem olyan komolyabb dolgokról beszélgetni, vagy úgy talán meg is volt köztünk az a kis ilyen távolságtartás, vagy nem tudom. Tehát, hogy másképpen működünk mi is, ők is, így szép az élet, nem vagyunk egyformák, de valamiért ők voltak azok, akik úgy nem is kezdeményeztek, meg talán úgy annyira mi sem nyitottunk feléjük. Nem tudom, hogy egyébként mi volt ennek az oka. Tehát el voltunk mi, például a Beával is, nem tudom, fátyommaszkokat kért tőlem, fülbevalót, ruha, ez az amaz. Ő cserébe bodorította a hajamat. Hát azért erről azért beszéljünk egy mondatot. Ugye bocsánatot kért be, hogy azt mondta, hogy te sose leszel olyan szép, mint ő, de azért az eléggé fájhatott a tévé előtt, hogyha ezt láttad. Nézd, nem az fájt, amit mondott, mert én ezt azért nem veszem magamra, mert mindenkinek más a szép, érted? Tehát, hogy én tök jóba vagyok magammal, én szeretem magamat, én egy jót mosolyogtam ezen nekem. Az esett rosszul, és az volt fájó, hogy a Bea bent abszolút nem mutatta annak az apró jelét sem, hogy ő engem nem kedvel, hanem az volt a bántó, és én nem szeretem azokat az embereket, vagy így nem tűröm meg magam körül, vagy jó, ez egy erős nyers kifejezés, hogy nem tűröm, hanem én nem szimpatizálok azokkal az emberekkel, akik a szemembe hihi, a hátam mögött meg huhu, tehát hogy kibeszélnek, és csúnya megjegyzéseket tesznek. Inkább mondja oda, mint a Muri Enikő a szemembe, hogy ez és ez a bajom veled,
és kész. Tehát, hogy én ezt sokkal, de sokkal korrektebbnek tartom, mint amikor valaki a szemedbe mosolyog, és jó pofizik, és tök jól el vagytok, és te azzal vagy, hogy hát tök aranyos ez a csaj, igaz, hogy nem mélyült el annyira a kapcsolatunk, nem beszélgettünk olyan sokat, de úgy érzed, hogy úgy, és hát én így éreztem, hogy így tök jól kijövünk, már amennyire tudunk, és nem az, hogy ilyen csúnya. Tehát, hogy én például miért nem beszéltem senkiről, vagy tettem ilyen megjegyzéseket senkire. Igen. Viszont az becsülendő és értékelendő, hogy a mai világban valaki tud bocsánatot kérni, és tényleg a Bea mind a pincsi kutyázása után, mind ezután a kijelentése után rám írt az Instagramon, és bocsánatot kért. Ő nem így gondolta, csak a stressz helyzet, meg hogy dühös volt, hogy őket hátráltattuk, és hogy hát ő ezt hozza így a modell múltjából, ő így szocializálódott a szülei, így ezt nevelték belőle, hogy meg kell védenie magát, ő kiállt magáért, és hogy ez csak egy ilyen hirtelen felindulásból jött megjegyzése volt, és én ezt elfogadom, tehát most miért is haragudnék rá, tehát hogy azt mondtam, hogy jó, igen, persze, köszönöm szépen, hogy leírta, tényleg értékelem, becsülöm, de megjegyzem. De hát megjegyzem. Ugye, fehér megyeri csilla nem felejt, hogy mondani szokták. Igen, igen, úgyhogy ez így van, jól mondod, nem felejt. Szóba került sokszor az, hogy Zsoltival a kapcsolatotoknak bizony voltak hullámvölgyei, és hogy talán ez a műsor segített abban, hogy egy kicsit jobban túl tudjatok ezen lépni, és hogy volt ugye szerelmes levélírás is. Igen, ez volt a kedvenc feladatom. Mit jelentett számodra, amikor ő ezt nehéz. Megírta? Nem véletlenül hoztam el egyébként a villából emlékbe, tehát hogyha majd elkészül a kis családi fészkünk egyszer, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket az erekéket oda fogom egy vitrínbe helyezni, és hát nézd, én számomra az egyik legcsodálatosabb pillanat, este, nap, a 20 napból ez volt. Idézel belőle egy mondatot? Gyönyörű, amikor az apukámról írt, és hogy szeretne nekem mindent megadni a Zsolti, és hogy a gyermekeinknek is mindent, tehát hogy tudja, hogy erre vágyom, és hogy az apukám már nem adhatja meg. Nekem az volt a legmeghatóbb egyébként az egész kis szerelmes verséből. Ott el is érzékenyültem, nem akartam sírni, pütyeregtek a többiek, vagy úgy meghatódtak, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép verset írt, és egyébként sokan nem tudják, de a Zsoltiban ez az érzelgős, romantikus férfi is ott bujkál valahol. Zsolti? Ja, most ő máshol bujkál. Ő most máshol a kanapén bujkál, szegény hullám. Úgyhogy tényleg ez volt az egyik legszebb és legemlékezetesebb nap, így amit így megjegyeztem magam, vagy nagyon belém ivódott, és tudom, hogy el fog minket kísérni életünk végéig, mert tényleg ezek olyan közös élmények, ami által te több leszel. És azért egy nőnek, amikor szép királynői jelmezben van, és a férfi ír neki egy gyönyörű, szerelmes verset, szöveget, nem tudom, megfogalmazza az érzéseit, és olyan ez, amikor tudod, a férfi a tenyerén hordozza a nőt. És én valahol így erre vágyom, mert Zsolti a kapcsolatunk első egy-másfél évében hasonlóan viselkedett. És azért nyilván, amikor már megszokja, hogy jó, ez a nő már az enyém, ezt már megszereztem, ennek már nem kell ilyeneket mondanom, írnom, nem tudom, tehát hogy azért jól esik 9 év után, és valóban voltak mélypontok, meg vannak. Szerintem minden párkapcsolatban vannak hullámvölgyek. Aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. És valóban sok mindent megéltünk már együtt, de mindenen így túl tudunk lendülni, és mindig a legnehezebb, olyan érdekes, hogy mi Zsoltival mindig a legnehezebb pillanatokban vagyunk a legerősebb szövetségesei egymásnak. És hogy tényleg ő a barátom, ő a nem tudom, tényleg, hát ez a legjobb szó, hogy szövetségesem, tehát a spanom, bármit meg tudok vele beszélni, szerelmem, társam, jó, hát a szerelmem az nyilván átalakul, tehát ugye erről is nyilatkoztam már, de hogy tényleg olyan érdekes ez, hogy így rájöttünk, hogy mi együtt jól tudunk együttműködni. Tehát, hogy tényleg mi nagyon erősek vagyunk, és ugye több műsorban is be tudtuk már ezt bizonyítani. A másik, ami miatt örülök a nyerőnek, tehát azon túl, hogy megnyertük, és tényleg ez egy nagyon szép
titulus, hogy mi lehetünk 2022 nyerőpárosa, és nyilván ugye az ezzel járó összegnek is nagyon örülünk, de ami még talán értékesebb ettől is, hogy meg tudtuk mutatni, hogy ki is az igazi Megyeri Csilla és a Molnár Zsolt, hogy hogyan működünk mi, mert azért valljuk be, hogy rólam mindenféle, nem tudom, ilyen előítéletes sztorik keringtek, meg gondolták az emberek, hogy jó, a Megyeri Csilla ilyen, meg olyan, tehát hogy nem az igazi énemet, vagy személyiségemet ismerhették meg az emberek így az évek alatt. Legalábbis én ezt éreztem, és nagyon, nagyon sokszor szembesültem is ezzel. És mindig a barátaim mondták, hogy Csilla, olyan kár, hogy az emberek nem azt a Csillát ismerik, azt a jó fej, vicces, laza, vagány csajt. Te kis... Vicceltem. Menjél haza magadnak. Megyek. Menjél haza magad. Szóval így én ezzel nagyon-nagyon sokat nyertem, de ugyanúgy szerintem a Zsolt is. És hát az, hogy tudtuk szórakoztatni egy-egy fárasztó nap után az embereket. Tehát, hogy rengeteg ilyen üzenetet az kaptunk. Biztos, hogy nagyon szórakoztatóak voltatok. Figyelj már, ugye már az nem titok, hogy már jó pár hete vége ugye a forgatásnak. Hogy áll a házprojekt, hogy áll a gyerekprojekt, hogy áll az esküvő projekt, csak úgy dióhéjban. Az esküvő elvezi legkevésbé a prioritást, tehát hogy mi azt a harmadik helyre tesszük. A Baba projekt és a saját kis családi fészek projekt előnyt élvez, viszont a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel tényleg nagyon nehéz most egy olyan ingatlan találni, ami tényleg... Tudok pár jó ingatlanos. Jó, figyelj, nekünk is van nagyon jó barátunk, folyamatosan küldözgeti. Tudok egyébként. Ó, ja, nagyon jó. Akkor azt a kontaktodat adjad meg. Szóval nagyon nehéz most tényleg, olyan magasak az ingatlan árak. Mi is kapjuk egyébként, valóban van nagyon jó ingatlanos barátunk, sőt az egyik legjobb barátnőm is ingatlanozással kezdett el foglalkozni, viszont ami mondjuk másfél évvel ezelőtt mondjuk 60 millió volt, most 80. Tehát, hogy borzasztó. Úgyhogy most bizakodóak vagyunk, hogy hát, hogyha egy kicsit realizálódik, vagy újra helyreáll. Tehát igazából ez így áll a lakásprojekt, meg hát ugye, vagyis nem lakás, meg kertes házra vágyunk, meg hát ugye a kamatok se a legkedvezőbbek, úgyhogy most így emiatt hadiláb, de el van téve szépen a nyeremény, félre van téve, úgyhogy ahhoz nincs hozzányúlva. Bankszámlán, tehát nem pár napra varták. Jaj, Jézusom! Jönnek a küldje... Na jó, ezt vág ki, légy szíves, ezt vág ki. A Baba projekt pedig, hát na, amikor szeretne, jön. Tehát, hogy rajta vagyunk egyébként a dolgon, de ezt már nem szeretném részletezni, mert mindenki kérdezget, és komolyan már így stresszel ez az egész. Hogy na, mikor jön már a Baba? Tény és való, eddig nem éreztem. Későn érő típus vagyok. Zsolti már egy olyan 5 évvel ezelőtt mondta, pedzegette a témát. Kérdezed, hogy nagyon. Nem, mondom. Jó. Pedzege, nem csak most az időben, ilyen 5 évvel ezelőtt, igen. Akkor nagyon 2017. Presszionált. Igen, nyara. Akkor presszionált. Nagyon jó vagy, matekban. Vág az eszed. És azt mondtam, hogy nem érzem. Ugye akkor költöztünk fel Pestre, akkor jöttek különböző lehetőségek így az életembe, karrier tekintetében, és azt mondta Zsolt, hogy jó, rendben, akkor kapsz 2 évet. Tök korrekt volt, szerintem. Aztán utána fordult a kocka. Zsolti volt az, aki, na jó, akkor legyen ingatlan előbb, legyen egy saját kis fészkünk, és ne albérletbe, meg ne ebbe, egyébként egy 55 négyzetméteres tetőtéri lakásban élünk, ami már konkrétan ki... Szűk. Igen, tehát, hogy már annyira kilaktuk, vagy hogy mondják ezt szépen... Tehát, hát, hogy, kell a nagyobb, igen. Igen, tehát, hogy egyszerűen már nem férnek a mi cuccaink sem, tehát, hogy nem túl kényelmes a szitu, úgyhogy ezért is szeretnénk már minél hamarabb, de mondom, a jelenlegi helyzet, nem tudom. De addig megvan Mini. Addig megvan Mini, igen, de hol van amúgy a Mini? Most akkor komolyan, hol a kutya? Akkor már nincs meg Mini. Én csak ennyit mondanék, hogy... Komolyan? Jaj, életem, itt van, ja. Nézd, kicsim, hadd hozzam már hol? Ide. Fel tudod kapni? Persze, életem, megfogadod. Végre 2 mikrofonom van. Hát, nem, gyere, mutasd már meg magad, kis, meg van illedődve most, mert lehet, hogy menne az apja. Szevasz. Gyere, kicsim. Hát ő nagyon szép. Igen. Mennyi idős? Hasonlít Zsoltira, nem? Azt nem azt mondod, hogy rám, de megnyugodtam, hogy a Zsoltit mondta, kivéve a hajdúsága. Na, te kis szemtelen. De a te hajadra hasonlít. Mi a hajdúsága, vagy a haja? Vagy a hajdúsága? Úgy. Jó,
hogy szemtelen vagy. Nagyon cukik de vagytok. De úgy aranyos. Ne, mióta van ő meg? 8 éves. Ő 8 éves? Igen. Jaj, kislány? Fiú. Fiú. Csak Mini a neve. Jogos döntés. Szeretem, ha nyalogatnak. Ne... Mindegy, ne menjünk bele mélyebben. Szerintem sem. Nehogy rosszul, gyerek. Csilla, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit. Jó, köszönöm, hogy megmutattad Minit is. Zsoltinak jobbulást kívánunk. Átadom. Itt várjuk holnap egy kicsit korábban. Jó, itt lesz fixen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, Laci. Ez volt a Nyerőpáros a sorozatunk utolsó beszélgetése. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra. Nézed, hogy szeret. Meg érzi, hogy jó ember vagy, de tényleg. És nyalogat. Igen.